nagyon nagy mérföldkő a magyar történetírás viszonylatában és az egész magyar közélet szempontjából is. Én nagyon hálás vagyok és nagyon büszke vagyok, hogy egy ilyen sztorinak a része lehettem. Ez egy hatalmas tanulás volt, és tulajdonképpen azt sikerült itt megtanulni, hogy röviden és tömören hogy lehet átadni üzeneteket, egy-egy sztorinak a lényegét, hogy lehet összefoglalva elmesélni, hogy lehet képekkel dolgozni, szimbólumokkal. És ilyen szempontból maga a múzeum is tulajdonképpen erről szól, az egész egy beszélő szobor, ahogy annak idején mondták, egy bejárható film. És hát tulajdonképpen ennek a történetmesélő iskolának is valahol az egyik lényege talán ez. Gyakorlatilag a Terrorháza Múzeum az egy atomjégtörő, nyugodtan mondhatjuk. Tehát egy utat tört, és egyszerre felszínre került, hogy igenis, az a sok sérelem, ami a magyar nemzeti közösséget érte, azt meg kell beszélni, a gyászmunkát el kell végezni, meg kell nevezni a felelősöket, nem lehet csak úgy napirendre térni, meg ugye elsimogatni, elkenyegetni az egészet. És gyakorlatilag egy paradigmaváltás, amit ez a múzeum hozott. Közérthetően elmesélni a saját közös történeteinket, átélhetővé, megélhetővé tenni. Nekem ezt jelenti a múzeum.